Jó napot kívánok, önök a Déli Híradót látják. Nyilvánosságra hozza a NAV a Horváth András által indított ügyekben készített belső jelentését. A dokumentum szerint az adóhatóság házatáján nem történt semmi törvénytelen. Horváth András munkamódszerét és adatgyűjtését azonban jogellenesnek találta a NAV. 1200 oldalas jelentés készült a NAV-nál a Horváth András által elindított ügyekben, állítja az adóhatóság. Az összefoglalót, ha nem is teljes terjedelmében, de most nyilvánosságra hozzák. Az Index a NAV közleménye alapján azt írja, a vizsgálat alátámasztja, hogy Horváth András megalapozatlan kijelentéseket tett sajtótájékoztatóján, ugyanis a vizsgálat során hivatali visszaélés gyanúja nem merült fel. A jelentés szerint a NAV-nál azt is megállapították, a Horváth András és munkatársa által készített revizori jelentés csupán feltételezéseket tartalmaz, amelyek nem nyertek bizonyítást. A dokumentum azt is kiemeli, törvényellenes lett volna annak a munkamódszernek a bevezetése, amit Horváth András dolgozott ki. A NAV szerint ez a munkamódszer tette volna lehetővé a kézi vezérlést az adóhatóságnál, mivel a koordinációs ügyintézőt közvetlen utasítási joggal ruházta volna fel. A jelentés arra is utal, hogy Horváth András vezetői utasítás hiányában nem végezhetett volna semmilyen gyűjtést. Ráadásul jogosultságaival visszaélve, csak nem 150 adózó adatait kérdezte le a nyilvántartási rendszerekből. Szövetségbe tömörültek a korrupció elleni harc emblematikus figurái. A Korrupció ellenes szövetség, röviden KELLESZ alapító nyilatkozatát a volt NAV-os Horváth András és Vancsura István, valamint Hadházi Ákos, a trafikmutyi botrány kirobbantó volt szekszárdi fideszes politikus, és Vágó Gábor, egykori LMP-s országgyűlési képviselő írt alá. Az alapítók között van Karancsi Tibor, az 1990-es évek olajbotrányainak kirobbantója is. A szervezet korrupciós ügyek feltárását, az ügyeket bejelentők védelmét és segítését tűzte ki céljául. Mi egyesületi formában jogi személyként fogunk fellépni az eljáró hatóságoknál, és nem fogjuk kihagyni a médiát, mert ugye itt rájöttünk, hogy nagyjaink azért, ha valamitől félnek, az a média, meg a tömeg, akik most kint vannak az utcán. Senkitől és semmitől nem félnek, annyira monopól helyzetben van a politika, a politikai elit, hogy semmitől nem tartanak csak ettől. Aggasztják Orbán Viktort a tüntetések és a közvéleménykutatók által mért népszerűségvesztés, írja a hvg.hu. A kormányfő nem túl elégedett a kommunikációs teljesítménnyel sem, ezért újjászervezi stábját. A lap úgy tudja, Habony Árpádnak ezentúl kizárólag a stratégia alkotásra kell összpontosítania, és Gírószász András államtitkárságának kell majd szelidebb hangon mindenkihez szólva propagálni a kormányzati munkát. Simicska Lajos is elindulna a veszprémi időközi országgyűlési választáson, írja a Népszava. Az ATV.hu-nak sikerült elérni a vállalkozót, aki azt ígérte, közleményben reagál a hírre. Később a közgép szóvivője arról tájékoztatta az ATV.hu-t, hogy Simicska Lajos valóban megkeresték veszprémi barátai, hogy induljon, és a vállalkozó komolyan gondolkodik a felvetésen. Simicska több szálon is kötődik a városhoz. A Fidesz elnökével, Orbán Viktorral azonban elmérgesedett a viszonya. A február végi voksolásnak azért van nagy jelentősége, mert ha nem a kormánypárt jelöltje nyer, a Fidesz-KDNP elveszíti kétharmados többségét. A Népszava ugyanakkor úgy tudja, egyáltalán nem biztos, hogy Simicska fideszes jelöltként méretné meg magát. Beolvad a városigazgatási holdingba a BKK. Erről döntött a fővárosi közgyűlés. Az integrációval megszűnik a Budapesti Közlekedési Központ, egyben annak vezetője Vitézi Dávid irányítási és utasítási joga a BKV felett. Fehér Márta tudósítása. Nagy üzem volt reggel a Városházán. Az elvileg 8:30-kor kezdődő közgyűlés előtt 4 párt képviselői sajtótájékoztatót tartottak negyed óra alatt. Az LMP-s Csárdi Antal a 3-as metró tervezett felújítása kapcsán csodálkozásának adott hangot. Azt mondta, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már tárgyal az oroszokkal a munkálatokról, jól lehet még nincs is kiírva a közbeszerzési tender. Csárdi Antal átláthatóságot kért a főpolgármestertől a felújítás ügyében. A DK-s Gyénémet Erzsébet arra emlékeztetett, hogy Tarlós István erre a ciklusra korlátlan vétójogot kapott, amely annak a következménye, hogy a parlament az utolsó pillanatban átadta
átalakította a főváros választási szabályait. Az MSZP-s és jobbikos képviselők a közgyűlés legfontosabbnak mondható napirendi pontjáról, egy új budapesti intézmény létrehozásáról beszéltek. Ez egy városigazgatási holding, ebbe integrálnák egyebek mellett a BKK-t és a BKV-t. Ezzel a budapesti közlekedési központnak megszűnne néhány tulajdonosi és irányítási jogköre. Ezzel megváltozna Vitézy Dávid pozíciója is, akivel kapcsolatban Tarlós István már korábban is elégedetlenségének adott hangot. Az MSZP-s Horváth Csaba jelezte, egyetért Tarlós István javaslatával a BKK beolvasztásáról, a DK-s G. Németh Erzsébet pedig kijelentette, nemmel fog szavazni. Végül a közgyűlés elfogadta a Budapesti Városigazgatóság Holding ZRT létrehozását. Nem csak a miniszterelnökségen, hanem a külgazdasági és külügyminisztériumban is 10 órát kell dolgozniuk a köztisztviselőknek, tudta meg a Népszava. Alap úgy tudja, a tárca köztisztviselői már ősztől meghosszabbított munkarendben dolgoznak. A Népszava felidézi, tavaly októberben már beszámoltak arról, hogy a hivatal alkalmazottainak este, hétvégén és ünnepnapokon is ügyeletet kellett vállalniuk fizetés nélkül. A Kormányzati Információs Központ akkor megerősítette a megjelenteket, de kiegészítette azzal, hogy a lap nyilvánvaló politikai célzattal próbált feszültséget kelteni a miniszterelnökségen dolgozók munkarendjével kapcsolatban. Százszoros gyógyszeradag lehetett a hammeres gázoló vérében, amikor öngyilkosságot követett el a börtönben, írja a Dél-Magyarország. A lap az osztrák férfi ügyét jól ismerő, de neve elhallgatását kérő forrásra hivatkozva azt írja, egy osztrák szakorvos javaslatára írtak fel nyugtatót a férfinak, egy havi adagot a börtön engedélyével magánál tarthatott. A toxikológiai vizsgálatkor ennek a hatóanyagát találták meg a vérében, mégpedig a normál dózis százszorosát. A férfi 3 hónapig gyűjtögethette a pirulákat, vagyis jóval a szeptemberi ítélet hirdetés előtt eltervezhette az öngyilkosságot. Most pedig nézzük, hogy zordul-e az időjárás a következő napokban. Ma napközben erősen felhős lesz az ég, néhol előfordulhat kisebb csapadék, szitálás, hószálingozás formájában. A légmozgás általában gyenge marad, 2 és 7 fok közé melegszik a levegő. A következő napokban is a felhőké lesz a főszerep, péntektől elszórtan, vasárnaptól már több felé lehet eső, hajnalonként sok felé lehet köd, a hőmérséklet 5 fok köré esik. Európa nagy részének időjárását egy hatalmas anticiklon alakítja. A déli térségekben többnyire derült, napos az idő. Franciaországban és a Brit-szigeteken is nyugodt az időjárás, sehol sincs számottevő csapadék. Nyugat-Európa más területeire is csendes őszi idő jellemző. A skandináv félszigeten enyhe melegedés tapasztalható. Tőlünk keletre több felé fagypont alá süllyedt a hőmérséklet. És ez volt a Híradó Szerda délben, 16:55-kor világhíradóval várom majd Önöket, további szép napot, viszontlátásra!